Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, és ez a videó egy tipikus vlogmas-féle napi vlog lesz. Fogunk menni együtt vásárolni, amit később majd kifejtek, hogy hogyan fogunk megoldani, és nem ennek a beköszönésnek kellene itt lennie, de valószínű, hogy letöröltem az eredetit a kártyáról, úgyhogy úgy kezdődött egyébként az a beköszönés, hogy azt tegnap vettem még fel, és tegnapi napot szerettem volna levlogolni nektek, viszont utána vettem fel a sminkes videót, és nagyon sokáig tartott felvenni, úgyhogy ha nem láttátok még, akkor légy csekkoljátok le. És amikor 7 órakor kiment a videó, akkor már nem tudtam semmit elintézni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok egy kis kajcsit, és takarítok egyet. A takarításból csak pakolás lett, viszont azzal egyébként egészen jól állok, és mostam is, de azt hiszem, hogy ezt a következő klipben is el fogom mondani, és utána pedig már átugrunk a mai napra, ahol elég sok mindent elintéztem, és büszke vagyok magamra. Úgyhogy ennyi felvezetés után én azt mondom, hogy elég volt a magyarázásból, és kezdjük el a videót. Rengeteg sok órával és sminkkel később, még mindig lehet látni egyébként a szememen, megérkeztem. A helyzet az, hogy a mai napom az teljesen nem úgy sikerült, mint ahogy akartam, sehol nem voltam egy kis bevásárláson kívül, viszont kitettem a videót. Én nem tudom, hogy hogy van ez egyébként a videóvágással, de van olyan, hogy egy 2 órás nyersanyagot megvágok másfél óra alatt, aztán van úgy, hogy egy másfél órás nyersanyagot, vagy kicsit több, mint egy órásat, 4,5 óra alatt. Úgyhogy hát ez a mai, ez ilyen volt, hogyha nem láttátok, akkor légy nézzétek meg, mert nagyon sokat dolgoztam vele. Ide teszem nektek kártyára. És most éppen kaját csinálok, és mosok. Lehet, hogy felmerül bennetek a kérdés, hogy oké, de hol van Bence? Na, Bence hazament Erdélybe, otthon lesz egy jó bő hetet körülbelül, és karácsonyra jön majd haza. Én is haza fogok menni vásárhelyre, azt hiszem, hogy 20-án, viszont én addig itt vagyok. 2 hétre ment haza Bence, tudok számolni, rájöttem. Úgyhogy egy hetet én most itthon vagyok egyedül, és igyekszem egy kicsit magamra koncentrálni, és összeszedni a gondolataimat és a teendőimet, és megpróbálok mindent elintézni karácsonyig, hogy tényleg úgy tudjak hazamenni, hogy pihenés van. Úgyhogy... ja, mivel reggel elkezdtem már a vlogot, úgy voltam vele, hogy nem hagyom abba, inkább folytatom tovább, és megmutatom nektek, hogy mit csinálok itthon, vagy mit nem, vagy nem tudom, de az biztos, hogy most már nagyon éhes vagyok, nem tudom, hogy mennyi az idő, de szerintem ilyen 1-2 órakor ettem először és utoljára. 9 óra körül van, ha jól tippelek, és most már kezdek tényleg nagyon éhes lenni, éppen csirkét sütök, ruhát mosok, most csinálok gyorsan egy salátát a csirke mellé, és utána takarítunk egyet. The next day. Sziasztok, csodálatos második napot mindenkinek! Ahogy látjátok, én már elkészültem, és lehet, hogy kicsit megmentem a parókáimtól, de babahajat csináltam a saját hajamra, amit soha, de tényleg soha nem szoktam. És nem is vagyok benne biztos, hogy tetszik-e, de a mai nap az így fog eltelni, és egyébként egy kicsit bajban vagyok, mert nagyon szeretném nektek elmondani, meg megmutogatni, hogy miket fogok venni, viszont nem bízok a családtagjaimban, és attól tartok, hogy meg fogják nézni a videót, még akkor is, ha mondom nekik, hogy ne. És akkor lebukok, hogy mit veszek nekik karácsonyra, és nem lesz meglepetés, úgyhogy el fogom mondani, hogy mikor, hova megyek, és lehet, hogy még a boltból is fogok videózni, de azt, hogy mit keresek, és hogy végül mit vettem, azt nem fogjátok látni, de megígérem, hogy ha megkapták, akkor mindent meg fogok nektek mutatni. Úgyhogy ezután, hogy ezt elmondtam nektek, már csak egy dolgunk van, fel kell rakjak valami rúst a számra, mert úgy nézek ki, mint valami élő halott, és ezután elindulunk, és először a Brandonba fogunk menni. Ha nem tudjátok, mi az a Brandon, akkor csak egy szóba baba volt. Nyilván ki tudjátok találni, hogy Botinak fogok ott ajándékot venni, az
az egyik ajándékot. Utána majd meglátjuk, hogy mikor hova fogunk menni, mert még nem raktam fejbe össze, hogy sorrendileg hogy állnak össze a dolgok. Nem hiszem el, te jó ég, szörnyű a világítás, de ezt figyeljétek. Megjött az ASOS rendelésem. Képzeljétek el, hogy pont akkor ért ide a postás, amikor indultam volna. Tehát már kiálltam a kocsival, és pont akkor ért ide, úgyhogy jaj, nagyon örülök. Hogyha hazaértem és kiraktam ezt a videót, akkor a következő az lesz, hogy az ASOS Haul-t felveszem. Úgyhogy holnap az a videó fog jönni. És meg is érkeztem, úgy láttam, hogy ebbe a brandomba van az raktáron, amit kinéztem, úgyhogy gyorsan lecsekkolom. Hú! Oké. Végeztem a brandomba, megvan, amit akartam, az, amit akartam, úgyhogy remélem, hogy jót választottam. Kicsit izgulok egyébként. Olyan fura volt bemenni egy bababoltba, hogy nyilván így van pár dolog, amit tud az ember, de így meglátod körbe, hogy te jó ég, mik vannak. Na mindegy. De a következő lépésünk az az, hogy szeretnék menni, úristen, remeg a kezem, meg melegen van, meg minden. Az arénába fogunk menni, két üzlet is van, ahova szeretnék menni, de nem mondom meg, hogy kinek veszek, és hogy mit, mert a legnagyobb félelmem egyébként így karácsony szezonban, hogy kitalálom a tökéletes ajándékot, és rájönnek. Tehát egy ennél rosszabbat elképzelni se tudok, készcsere. Úgyhogy most elindulok, és ha megvannak a cuccok, szerintem akkor fogok jelentkezni következőleg, mert értitek szerintem, hogy mi a problémám, és hogyha végeztem az arénába, akkor átmegyek a West Endbe, mert miért is megyek a West Endbe? Ja, tudom, Bencének ugye kijöttek az új teái, és szeretnék hazavinni belőle párat, úgyhogy fogunk menni oxózni is, és ha tudok, akkor jelentkezek. Nyilván a csávó pont most kezdett el valamit szerelni egyébként mellettem, de megérkeztem az arénába, és képzeljétek el, amikor a Brandonból indultam, pont az előttem lévő kocsiba ült egy kislány az anyukájával, és annyira cuki volt, képzeljétek el, elsírta magát, és aztán az anyukája jött és kérte, hogy csináljunk képet, akkor fotózkodtunk egyet, beszélgettünk pár szót, és annyira cuki volt, úgyhogy ha nézed a videót, akkor üzenem, hogy nagyon cuki vagy, és köszönöm, hogy nézel. Na, de ezután elindulok befele, és egy valami biztos, hogy iszom egy kávét, két okból. Az egyik az, hogy egy pillanatra nagyon beálmosodtam, a másik pedig az, hogy egy jó két hónapig, vagy három hónapig valahogy nem kívántam a kávét egyáltalán, viszont most az elmúlt egy hétben meg visszajött a nagy őrület, és folyamatosan kávét innék, úgyhogy fogok inni egy kávét, és megyek a két üzletbe, és megvesszük az aikat. 6 szatyorral és egy egész élettel később, na jó nem, de a szatyok az tényleg 6 szatyor van mellettem, leszakad a kezem, a kávé itt van mellettem, de még nem tudtam meginni, viszont megpróbálom beforgatni és nem kiborítani. Brodapest, szép napot! Annyira cukik vagytok egyébként, és annyira örülök, hogy néha azért, ha kimozdulok otthonról, akkor észreveszem, hogy az idősebbek is, akik a statisztikában látszik, hogy néznek, tényleg vannak. A Starbucksban is azért nem 16 évesek voltak, úgyhogy nagyon örülök neki, nagyon cukik vagytok, utána még két lány elkapott, ahogy jöttem le a mozgó lépcsőn. Úgyhogy tényleg ma minden korosztállyal találkozhattam. Egy dolgot nem intéztem még el, Botikámnak a kis ajándékait, amik tudjátok, ilyen kis játékok. Azt még nem sikerült begyűjteni, és van még egy valami, amit Bencének akarok venni. Úgyhogy azt még be kell pótoljam, viszont szerintem ma arra már nem lesz időm, mármint hogy most egy menetbe. Most hazamegyek, ennem kell valamit, mert két óra és még nem ettem semmit. Meg kell vágjam ezt a videót, ki kell rakjam, és utána, ha lesz még időm, akkor elmegyek játékboltba. Ha nem, akkor pedig holnap fogjuk folytatni, de otthonról megjelentkezem nektek, mert addig még nagyon sok minden történhet. One eternity later. Na, hazaértem, és megmutatom. Itt vannak a cuccok, minden. Na már most. Kivettem az ajándékokat, amiket nem lehet látni.
mármint, hogy ti láthatnátok, csak a többiek nem, akik nézik a videóimat. Értitek, akiknek vettem, na. És arra gondoltam, azt egyébként, azt le tudom rakni. Titkon mindig is tudtam, hogy egy zseni vagyok egyébként. Szóval, ugye mondtam nektek, hogy az Asos csomagom megjött, és ezt le is fogom forgatni este a Haul-t belőle, de annyi mindent rendelek folyamatosan, néha videóhoz, hát többségben videóhoz, meg néha magamnak is, csak úgy videón kívül, hogy felhívott a DHL-es futár, hogy ő amúgy itt van és hozta a csomagot, de hogy van-e otthon valaki? Én megmondtam, hogy nem. És nem értettem amúgy, hogy mit hozott, és amúgy még most se tudom, hogy mi ez. Gyorsan még megmutatom egyébként, hogy vettem pár dolgot. Limitált kiadásos Nespresso. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Ezt se próbáltam még, a Starbucksnak a Nespresso-hoz való kapszulái. Ez mind, amit vettem magamnak, magunknak itthonra. Na, de ezt csekkoljuk le, hogy mi, mert fogalmam nincs. Elvileg kínai csomag. Mi? Nem. Nem, ez nem lehet. Várj, de hogyha ez az, akkor ezt óvatosan kell bontani. Te jó ég! Az lehet, hogy ez már megjött. Úristen, nagyon csalódott leszek, hogyha nem az, amire gondolok. Léci, legyél az. Te jó ég! Oké. Most mondjam el előbb, hogy mi? Elmondom. Szerintem nincs egész egy hete. Amikor a fekete, rövid parókás képeket kiraktam, aznap valamikor rendeltem egy parókát, egy hosszút, egy 20 incses parókát, és amúgy alis ez is, ettől az Icy Hair-től, és mivel Icy is dobozban van, így... Uram, atyám! Ennél jobb meglepetés, és egyébként még néztem is a, tudjátok mi az a hely meghatározását, nyomkövetését a csomagnak, és néztem, hogy aznap, amikor rendeltem, fel is adták a csomagot, és másnap már Koppenhágában volt, vagy nem is tudom, hogy honnan jönnek ezek a izék, mert tudjátok, hogy hajóznak, aztán repülnek, aztán nem tudom én micsoda, és másnap már Európában volt, és tegnap néztem, és még nem írta, hogy megérkezett a célországba, úgyhogy... Úristen, oké, ezt kibontom, és akkor... Ebből is megcsinálom a videót valamelyik nap, remélem, hogy minél hamarabb meg tudom, mert úristen, ezt nagyon szeretném. De hát ez nekem kellenek dolgok. Most akkor el kell mennem még ma vásárolni. Így nem hiszem el, te jó ég! Bontsuk ki, bontsuk ki. Hát, ez hihetetlen. Jó, ne jó. Ami miatt ezt rendeltem. Ezt amúgy már a videóba kellene elmondjam, de mutatom, hogy mi a helyzet. A hajvonala már előre ki van szedve, tehát látjátok, ilyen pre-plugged. Ezt innen nem tudom, remélem, hogy értitek amúgy, hogy hogy megy, de 360 fokos lész van rajta, tül, ami azt jelenti, hogy nem csak innentől idáig tudod leragasztani, hanem egészen körbe hátul is. Tehát ez alkalmas arra, hogy cofot csinálj belőle, vagy fond, vagy innen tudjátok, hát mondjuk pont ugyanúgy, mint a saját hajamat most felköst. Láttam róla képeket, meg van egy csaj, akit nézek YouTube-on. Nem egy, nyilván nagyon sok parókás csajt követek és nézek, de ő csinálta meg igazából erről a... első felrakós videót, és brutál jól nézett ki, úgyhogy úristen, amúgy rendesen jó, nem büdös, jó, egy kicsit kínai szaga van, de nem büdös, és amúgy mennyire csillog, és mennyire gyönyörű. Hát hülye leszek, hogyha ezt ma vagy holnap nem rakom fel, hát holnap már még előbb meg kell csinálni. Ó, nem boldog vagyok. Azért annyit csináljunk már meg.
ez valami hihetetlen jó. Szerelmes lettem egy percen belül, úgyhogy még nehogy meggondoljam magam, hogy nem az Asosos videót veszem fel először. Itt a kis csutkába összekötött hajammal. Igazából szerintem ezzel így akkor most be is fejezem ezt a mai videót, mert el kell kezdjek vágni és ki kell rakjam. Úgyhogy bocsi, hogy későn fog kimenni, nagyon-nagyon sokáig jöttem haza egyébként. Hatalmas forgalom volt, de mindegy, nem ez a lényeg. Attól függetlenül egyébként, hogy nem tudtam nektek megmutatni az ajándékokat, remélem, hogy tetszett a mai vlogmas rész. Hogyha igen, akkor légy dobjatok nekem egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, tudjátok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, kövessetek Instán, és az Insta nevem a leírásban van, és ne felejtsétek el, hogy a pólót és a pulcsit a lambox.hu-n tudjátok rendelni, előrendeléses most már minden, de 10 napon belül szállítják, úgyhogy az is lent van a leírásban. Megköszönöm, hogyha csekkoljátok őket, és igen. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem, a holnapi részben találkozunk. Sziasztok!